Mi történt az elmúlt időszakban, tisztelt polgármester úr? Rengeteg minden történt, de talán kezdjük azzal, ahol most vagyunk. Ugye épül a Cinkotán a bentlakásos nyugdíjas otthon, és ahogy látják itt talán majd a videóból is, hogy már a utolsó hajrát nyomja a kivitelező, és hamarosan kész is lesznek, már bútorokat szerelik. Vannak olyan szobák, amik kompletten kész vannak már, de persze még az udvart is csinálják. Egy szobit 100, dolgoznak ezerrel, hogy kész legyenek, és akkor jövő év tavaszán valamikor meg is tudjuk nyitni majd a nyugdíjas otthon, mert azért persze az alapútorok kerülnek még be, az önkormányzatnak még majd útorozni kell, azt még közbeszereztetni kell, itt föl kell állítani a szervezetet, bár maga az intézmény már megvan, a vezetője megvan, de azért föl kell venni a dolgozókat, úgyhogy még kis türelmet kérek mindenkitől. De nagyon szép lesz, majd láthatják a videóban, hogy milyen jó szobák lesznek, például egy olyan, amiben most is itt vagyok. Volt utátadó a Mennyhért utcát, adtuk át Szatmári Kristóffal és Antalóczi Csaba körzeti képviselővel. Ugye ez egy nagyon-nagyon hosszú utca, és Árpádfürdőnek az egyik, hát fő utcának talán nem mondanám, de minden esetre nagy forgalommal terhelt utcája, és eddig egyetlen egy fa sem volt ezen az utcán. Falta falig le volt aszfaltozva egy keskeny járdával. Most csináltuk egy szélesebb járdát, bizonyos helyeken parkolókat alakítottunk ki, zöld felületet. 19 darab fát fogunk elültetni november folyamán, úgyhogy tényleg egy kertvároshoz illő, meg Árpádfürdőhöz illő, egy gyönyörű szép utca lett. Aztán ha már a zöld felületnél tartok, a Pinisi Parkerdő partner találkozójára hívtak meg, és ott egy pódium beszélgetésen volt szerencsém beszélni, elcsodálkozva figyelt a hallgatóság, hogy a 16. körök ennyire zöld, és hogy 75 ezer új fát ültetünk, hogy mi már komposzt üzemben rendelkezünk, hogy több mint 20 éve komposzt ládákat adunk a lakóknak, hogy helyre tartjuk a vizet, tehát egy csomó minden, amit eddig az önkormányzat létrehozott, arról be tudtam számolni. Harjú Vilmos olimpiai baráti körnek is volt találkozója, a olimpián aranyérmes párbajtőr válogatott két tagja, tehát a fele csapat itt volt, és a fiataloknak egy nagyon jó előadást tartottak, bemutatott is tartottak arról, hogy egyébként milyen a párbajtőr, meg elmesélték a történetüket. Nagyon érdekes volt hallgatni azt, hogy a fiatalok már milyen korán elkezdték, és hogy mennyire bíznak egymásban, és tudnak támaszkodni egymással. A Törlei Szalon 30 éves lett, tehát az már nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő, és ezt megünnepelték a Ráczal Adér zeneiskolában egy kis koncerttel, meg hát utána a Törlei névhez illően egy kis pezsgős kocintással. Nagyszerű alkalom volt ez, és szívből gratulálok a Törlei Máriának, a Törlei Szalon vezetőjének. 30 évnél sokkal több a 325 év, ugyanis a Cinkotai Evangélikus Gyülekezet 325 éves lett. Talán el sem tudjuk képzelni, hogy milyen hosszú idő ez. Épp azt mondtam a megnyitón, hogy az énekeskönyvben szereplő énekek jelentős része később keletkezett, vagy később írták le, mint ahogy a gyülekezet megalakult Cinkotán. Erős a gyülekezet Cinkotán, egyébként is összetartóak, családias a légkör, és az evangélikus gyülekezet előtt szép jövő áll. Voltak innek, illetve szlovák testvérgyülekezetből is, akik köszöntötték, amellett persze, hogy a Rákoszlán Mihály evangélikus gyülekezet is köszöntötte a helyieket. Aztán, ha már köszöntéseknél tartunk, ugye a Párizsi olimpián kint járt 16. kerületi sportolókat, sportvezetőket, edzőket köszöntöttük. Házasság kötött teremben egy megható és belsőséges megemlékezésben, szintén a Harjú Vilmos olimpiai baráti körrel közösen. Nagyon örültünk annak, hogy aki kijut az olimpiára, az már hatalmas dolgot hajtott végre, de azért voltak olyanok, akik olimpiai pontot is szereztek. Szívből gratulálok mindannyiunknak, és további sportsikereket kívánok. Kovács Attila Valériánnal is volt kiállítás megnyitó, a himnusz születése köré építették ezt a kiállítást. Gyönyörű alkalom, és ezt a tárlatot még azért sokáig lehet látni a polgármester hivatal épületében, úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy jöjjenek el, nézzék meg ezt. A legfontosabb az elmúlt időszakban talán az volt, hogy egy másik nagy beruházásunkat is át tudtuk adni, hogy a Láncs lakótelepen levő bölcsőde építést, ugyanaz a cég építi az Épkar ZRT egyébként, aki a nyugdíjas otthont is építi, meg egyébként a uszoda újjáépítését is közbeszerzési eljáráson ők nyerték el, mind a három projektet persze közbeszerzési eljáráson nyerték el. Egy gyönyörű, szép, modern bölcsődét alakítottunk ki, mert az volt az óda mellett, korábban volt iskola, korábban azért még bölcsőde volt, még a Antivilágban, aztán sokáig üresen állt, de egy nagyszerű terv alapján és gondos építőipari kivitelezéssel gyönyörű négycsoportos bölcsödét alakítottunk ki, úgyhogy amióta 2006-ban először polgármesternek választottuk, azóta 2,5-szeresére növeltük ezzel a beruházással a bölcsödei férőhelyek számát.
Aztán volt Szeretet és Hűség napja, ez minden évben megrendezésre kerül az Erzsébet-ligeti színházban. A kerek házassági évfordulót ünneplő párok részére. Itt most 20-as volt az első kerek évforduló, ahonnan 25-30-30 és így tovább. A legrégebb óta házasságban élő 61. házassági évfordulójukat ünnepelték idén, és jöttek el hozzánk, és megerősítették a korábban tett esküjüket, fogadalmukat, és persze egy felgeteges szórakozást nyújtott az Erzsébet-ligeti színház számukra. Nagyszerű élmény volt ez is. Aztán babanapok is voltak, Kertvárosban mindig ősszel vannak. Az éjre szóltam mindig a tombola sorsolás, ez most sem volt másképp, viszont rengeteg tombola ajándék volt, köszönhetően a kertvárosi vállalkozók felajánlásának, úgyhogy mindenki örülhetett, aki bármilyen nyereménnyel távozott, és tényleg nagyon jó a babáknak, meg a mamáknak szóló nyeremények voltak. Persze volt olyan, amit az egész család is tud használni, hogyha kellően alacsonyak is le tudnak ülni, ahhoz a szép idézőjelben sörpadhoz, ami gyerekek számára volt méretezve. Kertvárosi helytörténeti füzetek legutolsó számát is kiadtuk, már sorrendben a legutolsót, ez az 59-es szám volt, ami kifejezetten gyermekeknek szól a kertvárosról, és úgy néz ki, mint egy iskolai munkafüzet, tehát van történet, de azért van olyan, amit a saját tapasztalatunk alapján ki kell egészíteni, be kell írogatni ezeket a dolgokat, mindenkinek csak ajánlani tudom, tényleg egy nagyszerű kiadvány, remélem, hogy minden óvodáshoz vagy kisiskoláshoz el fog jutni a jövőben. Köszönjük szépen, tisztelt polgármester úr! Köszönöm szépen!